első alkalommal rendezték meg Tolnán a civil napot, azzal a céllal, hogy mindenki bepillantást nyerjen a tolnai egyesületek életébe. Első alkalommal kerül megrendezésre a tolnai civil nap. 14 civil szervezet jelezte, hogy szeretnének részt venni a programban. Nagyon széles spektrumon mozognak a civil szervezetek tevékenységei a városban. Körülbelül 60 civil szervezet működik, és ezek közül van itt most jelen 14, akik a hagyományőrzéssel foglalkozó civil szervezetek között is vannak itt, illetve a Tolnai Értéktár van itt, a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság, a Dunamenti Polgári Egyesület is képviselteti magát, akkor a Játékvár, valamint a Csodavár Egyesület, akik a városban bölcsödét magán, vagy családi bölcsödét üzemeltetnek, illetve a Nagycsaládosok Egyesülete, aztán a Vándorló Szépkorúak, a Lapátolna, Sárkányhajós Egyesület is ma itt van közöttünk. Bíznak benne, hogy az eseménynek köszönhetően sikerül újabb tagokkal bővülni, illetve ezzel együtt új közösségek alakulhatnak a városban. A civil találkozón a Berta Zoltán által vezetett Dunamenti Polgári Egyesület, mint a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ címbirtokosa is bemutatkozott, ahol a civil szervezetek közötti szorosabb együttműködésben rejlő előnyökre is felhívták a figyelmet. Kicsit visszamegyek az időbe. A Humán Bizottságunk elnökének, Baksainé Kenesei Évának volt az a gondolata, hogy egy asztalhoz kellene a civil szervezeti képviselőket ültetni, de évente nem egyszer, hanem rendszeres alkalmakkal, hogy kiértékeljük, milyen lehetőségek vannak a városban, milyen rendezvények vannak, hogyan tudunk együttműködni, közösen cselekedni, gondolkodni, és így fogalmazódott meg az év folyamán a Tolnai Civil Napnak az ötlete, gondolata, ami most ezen a szombati napon kerül itt a Lovardába megtartásra. Egyesületünk, a Dunamenti Polgári Egyesület is részt vesz ezen, és elsősorban most egy fő tevékenységünket propagáljuk és mutatjuk be. Bizonyára sokan tudják, hogy egyesületünk a Tolna Vármegyei Civil Szolgáltató Központ. Ebbéli tekintetünkben gyakorlatilag szakmai szolgáltatást, ingyenes szaktanácsadást nyújtunk minden további más civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak. A nap folyamán az ide látogatók kóstolót kaphattak a krumpli nokliból, ami jellegzetes tolnai étel, így is őrizve a hagyományos ízvilágot. A program egy kóstolóval fog zárulni, egyesületünk egy krumplinoklira hívta meg a nagy érdeműt, az érdeklődőket, aminek az ötlete még a Bárka Fesztiválon merült fel, az értéktáras kolléginákkal egyeztettünk, beszéltük, és akkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy ezen apropóból, az értéktárunkból, a receptkönyvünkből, a tolnai receptkönyvből főzzünk meg egy ételt, mutassuk be a helybélieknek, nem mintha ne ismernék, de mégis egyfajta jó zárása lesz a programnak egy közös kóstolása a tolnai krumplinoklinak. Az eseményen részt vett a Tolnai Város Szépítő Alapítvány, amely 2014-től a városi értéktári feladatokat is ellátja, így segítve az értékek felkutatását és a meglévő kincsek szélesebb körben való megismerését. Talán ha annyit mondhatok az alapítványról, hogy azért sok mindenhez hozzájárultunk, a díszkivilágítások, parkok, öntözőrendszer, játszótereknek a felújításához, egyebekhez, úgyhogy azért ilyen múltunk van. És 2014-től viszont egy országos kezdeményezés az értéktárak létrehozása volt, ezzel hát mindjárt az elsők között Tolnaváros is csatlakozott, és miután igazából a városszépítőknek a profiljába bele is illik, hogy kicsikét össze lehet hozni, mi kaptuk meg a felkérést a várostól, hogy értéktárbizottságként is dolgozunk, és felvesszük azokat az értékeket, amik Tolna településen megtalálhatók, feldolgozhatók, és meg tudjuk örökíteni. Hozzátette. Az értéktárnak nagyon fontos feladata. Rengeteg érték van, amit elődeink, őseink alkottak meg, hoztak létre, és ha így nem menekítjük meg, nem mentjük át a jövő nemzedékének, akkor nagyon sok feledésbe kerülhetne. Tehát nekünk nagyon fontos a múlt emlékeit a jövő generációnak átadni. Ezért dolgozunk. A Mözsi Nemzetiségi Klub problémaként említette a tagság idősödését, az utánpótlás hiányát,
és ezért is fontos számukra, hogy sor kerülhetett erre a rendezvényre. Ez egy eléggé ritka lehetőség arra, hogy a magunkon hordott viseleten kívül bemutassunk még mást is. A klubunk 1991-ben alakult, alakulásunkkor tánccsoport énekkar is jött létre a klubban belül, de sajnos már csak az énekkar működik. A tánccsoport az utánpótlás érdektelenség miatt nagyjából megszűnt, és 2010 óta nem is működik. Fontosnak tartjuk, hogy a mözsi hagyományokat felelevenítsük, ápoljuk, őrizzük, továbbadjuk. Sajnos az egy nagy problémánk, hogy utánpótlással küzdünk, de ez minden énekarra, úgy látom, ahogy járjuk a megyét és az országot jellemző. A mözsi viselet nem egy nemzetiség, hanem a faluban már itt élők és itt hazát lelt svábok és szlovákok által az évtizedek alatt egységé formált viselet. Az országban sehol sem található hasonló. Egyediségét 1993-ban tradícióvédjeggyel ismerték el. A féltve őrzött generációkon átívelő darabok itt is bemutatásra kerültek. Ezeknek nagy többsége saját otthon őrzött dolgok, amiket ide hoztunk, kivételek a babák, azok már a babaszobában vannak a Heimat Múzeumban. De például ez a kis felső, ezt úgy hívják mözsön, hogy csurak, és ez az édesanyámé volt kislánykorába, és az unokáim is szívesen fölvették. Jártak iskolába, Szekszárdra, és ott volt ilyen népviseleti bemutató, és ott több alkalommal ebbe bemutatkoztak, meg hát a mözsi óvodában is hordták nagyon szívesen. Aztán itt van egy nagyon szép válkendő, ennek az a történet, hogy ez a nagyanyámé volt, és ezt még ő hordta kitelepítés előtt mözsön, és itt van egy úgynevezett braucsurak. Ennek az a különlegessége, hogy ezt csak menyasszonyként hordták. Tehát ellentétben az összes többi csurakkal, amit később hordtak, ilyen fekete bársonyból készültek, ez csak akkor egyszer volt rajtuk, amikor menyasszonyok voltak. Az esküvői öltözetben is fellelhető egy szokatlan darab. Mözsön egyedül a fölső, a csurak, ahogy említettem, az volt fekete, és a cipője a menyasszonynak. Ellentétben több baranyamegyei és már északon is úgy tudom, hogy vannak olyan vidékek, ahol fekete menyasszony öltöztetnek, mert nem ez volt a divat. Tehát ez a felső volt rajtuk, aztán volt rajtuk egy ilyen jellegű szoknya. Ha tehetősek voltak, akkor a lány kapott egy új szoknyát, ha nem, akkor a legszebbet vette föl esküvőre. És a legnagyobb különlegesség az az volt, hogy egy fehér kötény volt rajta, ami jelezte, hogy ő menyasszony, a fekete kötényjel ellentétben, és ez a fehér kötény hátul összeért. Tehát az volt a jelzése menyasszonynak, és nálunk egy, nem tudjuk már bemutatni, mert nem tudjuk előállítani, tehát nincsenek meg azok a anyagok hozzá, meg nem is, nincs is néni, aki már megcsinálná, nekünk csak egy egész picike mirtusz volt a fejükön, amit krencinek hívtak. Vannak vidékek, ahol olyan nagy pártákat hordanak, a svábok is, vagy hordtak, de nálunk ez nem volt divat. A faluban egészen a 20. század elejéig népviseletben jártak, csak a 40-es évek vége felé vetköztek ki a nők a viseletből, és kezdtek világi ruhát hordani. Az egyes darabokban a leleményesség és a kreativitás már akkor megmutatkozott, amit jól szimbolizálnak a minták. Koszorút, ami a harisnyában úgy hívják, hogy Rajdlpachkranc, és ez a név onnan ered, hogy volt egy Rajdlpach János nevű úriember, aki egy bűncselekményt követett el Szeged környékén, és ott a börtön évei alatt, tehát amíg börtönben volt, tanulta meg az ottani emberektől a mintát, csak magát, hogy aztán hogy nem került ide Mözsre, ezt nem tudjuk, ezt még nem sikerült kinyomoznunk, de ő hozta ide az asszonyoknak, és akkor a fonóba, ahol minden este összejöttek, oda elvitte magával ezt a mintát, és onnantól kezdve ilyen díszesek a mözsi harisnyák, ez olyan 20-as, 30-as évek környékén volt, előtte ilyen egyszerű bordázott mintája volt a harisnyáknak, de utána már a színeseket is, aki meg, mert nagyon nehéz egyébként egy elég nehéz minta, tehát nehéz megkötni, úgyhogy azért mindenki nem tudta kötni, de aki tudta, az mindenféle, tehát a hétköznapi harisnya is ilyen volt, de a fehér ünneplős mindenképp.
Ugyanebben az időben egy fiatal sváb asszony is divatot alkotott. A berakott 6-10 szélből készült szoknyákra préseléssel egy 8-10 cm széles derékszögű fodrot készített, és ebben először a farsang idején jelent meg. Ezáltal a falu a Fodros Léna nevet adta neki, amelyet a haláláig viselt. Fodros szoknya is egy ilyen farsang előtti időszakban készült, ugyanis az egyik lány megörökölte édesanyja felső szoknyáját, mert ugyan abban az időben ez így volt, és az édesanyja magasabb volt, mint ő jó maga. Ezért ő kigondolta, egyébként egy nagyon ügyes, sokat kézimunkázó néni volt, én még ismertem, tehát kigondolta, hogyha ő fölállítaná ezeket a szoknya végét egy ilyen fodor formába, akkor megrövidülne a szoknya. Ezt megcsinálta a farsangi bálba, ami 3 napig tartott, így ment el ezekkel a felső szoknyákkal, és következő farsangra, mint minden divat, minden lány fodros szoknyába volt, úgyhogy ez olyan 1930-ra tehető. A rendezvény keretében kuglovsütő versenyre is sor került kevert és keltészta kategóriában.